közé, ha mindenek 15 percet be kellett volna már fejezni, de szíves türelmüket kérem, még erre a következő nem fog 30 percig tartani programra, mert rendkívüli dolgokat és rendkívül mérnöki teljesítményeket újra megviselem. Engedjék meg, hogy néhány szóval bevezetőként a tehetségről beszéljek, és Tihonyos Tompa barátom idézetéből induljon, Kovászka idézetéből, aki azt mondta, hogy páratlan értékek vannak a gyermekekben. Nos, én személy szerint tapasztalom, és egy borzasztó kellemes helyzetben és szerencsés helyzetben vagyok, mert 22 éve, mint innovációs szövetség alapító elnöke, szervezem a fiatal tudósok, tudós jelöltek tehetségkutató programját, 16 éve pedig a Kogorgászi Alapítvány elnöket a tehetséggondozással, kutatással és gondozással foglalkozik. Nagy kérdés, elvédő tehetség, mi az, hogy tehetség? Ezt azért mondom, mert 22 év foglalkozunk vele, nagyon nehéz megválasztani. Hungor Ernő, Budapest Műegyetem legendás professzor, aki tárgyalévő miniszter volt, mondta a kormányban, azt mondta, hogy a tehetség, most mi beszélgetünk vele, a tehetség kutatása, illetve barátom, a tehetség, azt nem tudjuk megmondani, hogy utóban derül ki, hogy ki mondta, ki a tehetséges. És az elmúlt időszak bizonyította ezt a nagy igazságot, mert az, hogy valaki tehetséges vagy, nevezzük, hogy jó adottsága van valamiben, az messze nem elég. A tehetség mellé alacsony kitartás, szorgalom, tanulás, tudás már szükséges, hogy a tehetségből számunkra, a társadalom számára értékes, alkotó, gondolkozó, tervező, fejlesztő, kutató ember válik. Ugye mi a műszaki és természettudomány területről beszélnek, mert a mi tehetségkutatásunk erre a felület tartozik. Mi az elmúlt 20 évben 350 tehetségesnek minősített gyereket találtuk 20 év alatt. 99%-unk a budapesti, hát a műszaki területben, döntően a budapesti műszaki gazdasági egyetemben tanult tovább, 55% doktori iskolába ment, és utólag felmérve 75%-uk a fejlesztés, a kutatás, oktatási területén dolgozik. Hát azt kell mondanom, hogy a tehetség kutatása, a minősítésünk talán sikeres volt. De haladó a munka kellett ahhoz, hogy a tehetségek minősítsék, a tehetség gondozás során alkotó felnőtt váljon. Számos hiba lehetőség van ebben, nem akarok nagy nevekre beszélni, de hát ugye ismerősek azok a tudományból, művészet területén elmúlt pár száz évben nagyot alkotó emberek, akik 4-5 éves korukban beszélni nem tudtak, vagy 6-8-10 éves korukban írni nem tudtak, most ismerő Picasso-ra gondolok, vagy akár Reisnerre gondolok, középiskolában vergődtek, tehát nem minősültek tehetségnek, 25-30 éves korukban alkotókká világhívő emberekké váltak. Einsteinnek mondják, hogy a mamának kellett volna az első Nobel-díjat kapni a fiának, mert 10 éve gyereket megtanított beszélni egy olyan módszert dolgozott. Nos, visszatérve arra, hogy a tehetség gondozásnak nagyon nagy felelősség. A Progresszió Alapítvány keretében évente 4-500 ösztöndíjat adunk egyetemen belül hallgatók számára, kutatók számára, fiatal oktatók számára. Elsősorban azért tovább folytassák alkotó munkájukat, ami valamikor abból indult, hogy tehetségesen voltak, számára tudás, gyakorlatra tettek szert. Ennek a sokszínű munkának, amit a Progresszió Alapítvány végez, TDK ösztöndíja, OTDK ösztöndíja, doktori ösztöndíja, doktori ösztöndíja, fiatal tud, egyetemi hallgató, tehetséges hallgató, külföldi tudásának támogatás, folytatatlan a sorozat, mert nagyon sokféle címen gondoz, próbálják a tehetségeket gondozni. Az egyik újabb elmúlt évben kialakult formája, hogy keressük Budapesti Műszaki Egyetemen a
progresszió innovációs díjat. Ez a legjelentősebb innovációs teljesítmény a Budapesti Műegyetemen szándék szerint megkeresni, megismerni, feltárni és elismerni ezeket az innovációs teljesítményeket. Ebben az évben, egy év elején jöttünk ki a pályázatok, 12 pályázat érkezett a leginnovatívabb teljesítménynek a kiválasztására, 6 villamoskarról, vegyészkarról 2, építészkarról 2, építészmérnökkarról 1, és a közlekedési karról 1, tehát összesen 12 pályázat, 12 szenzációs pályázat, már ha remélem csak néhányat, itt a sajtó, önök már bőven ismernek, mert nagy sajtó megjelenést kaptak, Henry Scan nevű találmány, ami számos világ és találmány világversenyt nyert első díjat, vagy a Massa fej volt, vagy beszélek itt a Szolnoki Tiszavirági monitoring rendszeréről, vagy az Odu projektről, ami is Magyarországon nyert. Tehát számos komoly ismert projekt volt, mégis ezen a bizonyos innovációs versenyen ezek a pályázatok nem nyertek, ugyanis a feltételrendszer kimondotta a gazdasági élet, a gazdaság szempontjai alapján került a közszállításra, és azt mondtuk, hogy olyan innovációs teljesítmény, olyan kutatási eredményt keresünk, amit alkalmaztak, hogy közel az alkalmazáson, és jelentős gazdasági siker teljesítmény a mögött. Ezért mi összeállítottunk egy 10 pontból álló értékelő, a 10 szempontot, ami a szellemi termék piaci hasznosítás, újdonságérték, kutatásfejlesztés színvonala, a piaci hasznosítás szintje, társadalmi hasznosság, a szellemi tulajdonvédelem, állapot szintje, referenciák, gazdasági hasznosulás, egyéb területei, egyetemben. Nos, a szempontok alapján felkértük, és elmondom, mert erre még nem volt példa egy ilyen értékelő rendszer, amit mi kidolgoztunk, felkértük egymástól független 6 kiváló embert, akik nem tudtak egymásra, nem is tudták azt, hogy rajtuk kívül van még valaki, aki értékel, 6 kiváló embert, egyet a Budapesti Műegyetemen, Asztóri Attila, a Nukleáris Technikai Intézet igazgatója, Balogh Péter vezérigazgatója, aki az NNG vezérigazgatója, aki az elmúlt éven Magyar Innovációs Nagydíjat nyerte, Benjen Miklós, Szellemi-Tulajdon hivatal elnökét, Erdei Sándor, DPH államcsoport elnök vezérigazgatója, Jeremy Tökével, többek között Jeremy alapban rendelkező államcsoport, Mészáros Abba vezérigazgató, aztán szólt az Európa részéről, és Traut Elek, vezető partner, mint Német Kepite, befektető alapokból. Most a 6 ember, 6 személy egymástól függetlenül egymásra nem tudtak értékelt a kiadott szempontok alapján, és begyűjtve ezt a 6 értékelést derült ki, hogy a 12 pályázat közül 2 olyan pályázat volt, ami mind a 6 embertől azt a minősítést kapta, hogy a leginnovatívabb teljesítmények lehet nevezni, és közben pontozva a legmagasabb pontszámot kapták, a 12 pályázat pontszámot jelentősen eltűnt egymásról, de 2 pályázat a legmagasabb pontot kapta, és a 2 mind a 6 bírálót igen kapott. Érdekes volt, és nem is kellett összeírni a 6 bírálót közös ülésre, levélben visszatájékoztattuk őket erről az eredményről, és azt mondtuk, hogy jó, egyértelmű, az egymást függetlenül ezt a pályázatot, felesleges összejönni a 6 embernek, hogy értékeljen, ezért hát a kuratórium egyértelműen ezt a 2 pályázatot nevezte meg innovatívnak, nem innovatívabbnak, és akkor meg is mondom a 2 pályázat, mind a 2 a villamoskarról szervezik. A terrorit, felhőalapú rejtélezett adattár és megosztó rendszer, a felhőalapú szolgáltatást ismerjük, de a pályázó útján lement egyetlen Tóthens Láv István egyetlen hallgató, a Szeveni Szilveszter egyetlen hallgató, egy olyan biztonsági rendszer dolgozik ki a felhasználók részére, hogy a felhasználó szolgáltatásban csak kizárólag a felhasználó az információt, és csak kizárólag a felhasználó tudja az információt használni. A másik pályázat is akkor még hogy hozzá kell tennem, hogy az
másik pályázat ennek az ellenkező. A másik pályázat kimondottan vállalati megkeresésre, egy vállalattal történő együttműködésben, egy vállalat igény kielégítésére, sok száz millió értékben finanszírozva a kutatás, fejlesztés, jött létre, a pozitív emissziós tomográfia folyamatrendszerének és szoftverrendszerek kidolgozása közösen egy nagy innovatív, egy nagy közepes magyar innovatív vállalkozása, amely kutatás folyik, és amely alkalmazás folyik, és amely alkalmazás során több, sok milliárd bevétel származott már, legyen PET készülék, több 150 millió forint, és ez ennek a rendszernek. Ez utóbbi, tehát a pozitív emissziós tomográfia pályázatot Szirmai Kolos László egyetemi tanár, Széchy László egyetemi docens, Ummenhofer Tamás egyetemi adjunktus, Tóth Balázs doktori elnökös támogatta, és Martics Virág doktori készítették és adták be, és én tiszteltem megkérem őket, és már adjanak ki, és díjat
hosszú elvált, hogy a végén el akart menni, mert nagyon bonyolult volt az aláírás, tehát ez egy olyan dolog, hogy meg kell módolnunk, mert több pénzt hozott volna a befektető, és végén nem szokott volna. Maga az egész cég, az egy egyetemi szabadalmat adtunk be, és ennek a hasznosítására alakult meg a cég. Annak rendjén is módja szerint az egyetemnek fizetünk is a hasznosítási jogét. Ma a Treasury nem csak szoftvert járt, ma szolgáltatást is jött, nagyon sok szerverünk fut Európa szerte, amely kiszolgálja a világ szerte nagy érdeklődő felhasználó közösséget. És április 10-én úgy gondoltuk, hogy bebizonyítjuk, hogy a mi rendszerünk biztonságos, kicsit szemtelenül. Azt mondtak, hogy 10.000 dollárt adunk annak, akinek sikerül feltenni minket. Sikerült, ugye elég sok mindent feltöltek az utóbbi időben, de mi igazán szerettük volna, hogy a rivalda fénybe kerüljünk, és most senkit nem sikerült még mindig, és még mindig tartjuk a 10.000 dollárt. Nagy összességgel nem sokáig fogjuk ezt a pénzt tartani, mármint hogy nem fogjuk kifizetni senkire. Ez a bejelentés, ez CNN egy néhány órával rá, CNN-en megjelentünk, a CBS-en, és több mint magukat a cikkeket több mint 1 millióan olvasnak, csak 3 cikkről, de több ezer cikket tudok, ami rólunk megjelent a világban, és annak az olvasottságát nem is tudom. Ma 25 ember foglalkoztatunk ebből, majdnem 20 ember mérnök, BME végzett mérnök, és ennek ma a több mint 50%-a kitüntetés és diplomás BME-s mérnök, és ilyen háttérrel megy most a cég a világpiac felé, és megpróbáljuk ezzel a háttérrel megkódítani a világot. Egyébként nagyon furcsa, hogy egy fordított tendencia igaz nálunk. Ide egy sort be akartam szúrni, hogy a Treasury-t jó példa az immigrációra. Aztán aláhúzta a PowerPoint az immigráció szót. Rájöttem, hogy magyarban nincs ilyen. Az emigrációval ellentétben az immigrációnak nincs magyar megfelelője, viszont nálunk ez megfigyelhető, maga lelente is, a kutyán lelente is. A Svájcból települt haza a Szilveszter kollégám Dél-Afrikából, de van Texasból, Szlovákiából, Romániából érkező magyarok, akik velük együtt dolgoznak. Na már most, hogy mi is a szolgáltatás, ez egy fájl megosztó, vagy fájl dokumentum megosztó rendszer, nagyon egyszerűen különböző könyvtárakat lehet szinkronizálni, a maguk a felhasználók látják, egymás között meg lehet osztani, a dokumentumokat lehet kollaborálni, és szinkronizálni lehet az adatokat. Amire nagy hangsúlyt fektetünk végig, az maga a design, és itt művészeket is alkalmazunk a nagy bérnök által mellett. Köszönöm szépen, Fajon. Egyidejű felvillanás párként ezt a fotonpárt detektálhatnánk.
konstrukciós szoftvernek, amin ugye mi dolgoztunk, az a feladata, hogy ezekből az a mért felvillanás párokból rekonstruálja, hogy mi is volt az aktivitás térfogat. Ehhez 100 iterációs lépés, minden lépésben sok 100 millió végtelen dimenziós integrál kiértékelése szükséges. Mindez a vizsgálat néhány perces időtartam alatt. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, az volt a mi innovatív alapvetésünk, hogy szakítva az eddigi gyakorlattal ne próbáljuk versenyezni a természettel, és ne direkt módon szimuláljuk a részecskék mozgását, hanem fogalmazzuk át úgy a problémát, hogy hatékony GPU-s algoritmusokat tudjunk alkotni, illetve egy masszívan párhuzamos programot tudjunk írni. A munka folyamán elkészült a Terratomo rekonstrukciós szoftver kisállat és humanpethez. 2011-ben az 1-es verzió, 2012-ben a 2-es és 3-as verzió. Ezeknek a nyomán az egyetemre 150 millió forintnál több pénz folyt be mindkét évben, pályázati pénzekből, illetve elsősorban a Medizó Kft. Ipari megrendeléseiből. Az elkészült szoftver beépült a Medizónak a Nanoscan, illetve Aniscan PET-CT készülékeibe. Ezekről a készülékekről azt érdemes tudni, hogy a listaláruk 100 millió forint per talabnál magasabb, és minden évben 20 darabnál többet adnak el ezekből. A felsorolt rákutatásban élenjáró intézetek például vásároltak ilyen készüléket és használják őket a kutatásukban. Az új módszerek, új eredményekről nemzetközi szabadalmat is beadtunk. Ezeknek, vagy illetve ennek a szerzői, illetve tulajdonosai a BMW kutatásai. Köszönöm szépen. Előre visz, és a